Sziasztok, Szabadfi Szabolcs vagyok, Szabi a Pék. Itt vagyunk a Mind Megette Pék suliában, és majd nagyon különleges lepény kenyérkét fogunk készíteni, az olaszok focacciáját. Ez a folyamat nem rövid, viszont nagyon sokat nem kell majd beledolgozni. Kezdjük is az előző nappal, úgynevezett bigát kell készíteni. Ehhez a bigához lisztre van szükségünk, vízre és egy minimális élesztőre. Le fogjuk dagasztani, majd egy kiolajozott tálba tesszük, és betesszük minimum 24 órára a hűtőszekrénybe. A bigát bedagasztottuk. Ez a biga, ez egy úgynevezett előtészta. Ez egy kemény tészta, hiszen fél kiló liszthez csak 2,5 deciliter vizet adtunk hozzá, vagyis 50% a hidratáltsága. A borsonyi élesztőt használtuk, beteszem a kiolajozott tálba, mehet a hűtőben letakarva pihenni, minimum 24 órára, de az se baj, ha két napig ott hagyjuk. Természetesen én már előkészültem tegnap egy ilyen bigával, úgyhogy vegyük elő az érett előtésznánkat. A hűtőben elszaporítottuk benne az élesztőgombákat, ezért használtunk csak kevés élesztőt, hogy idővel ők szaporodhassanak. Egy enyhén savanykás illatot kell majd éreznünk. Ezt az előtésztát beletesszük a dagasztógépbe. Adunk hozzá friss vizet, kenyérlisztet és egy kis élesztőt. Természetesen ugyanezt kovászból is el lehet készíteni. Ekkor elhagyjuk az élesztőt és kovásszal helyettesítjük. A sót még nem tettük a dagasztáshoz. A dagasztás 4 perc után megállítottuk, pihentettük 15 percet, most hozzáadjuk a sót. A sót lassan belekeverjük, majd felgyorsítjuk a dagasztógépet. A tésztánk el is készült, egy ilyen csodálatos lágy tésztának kell kialakulnia a végére. Fogunk egy kelesztőtálat, egész bátran kiolajozzuk. Letakarjuk, és egy órán keresztül békén hagyjuk. A focaccia tésztánk egy órát pihent, most nyúlunk hozzá először. A deszkát leolajozzuk. Óvatosan kinyújtjuk, hiszen már jönnek ezek a csodálatos buborékok. És meghajtogatjuk. Visszatesszük a kelesztőtálba, és most már csak 30 percig pihentetjük, viszont ezt a műveletet még kétszer meg fogjuk ismételni. A tésztánk jól kipihente magát, 3x 30 percet vártunk vele, közben megforgattam, most dolgozzuk fel. Amennyiben olyan, mint egy kis párna, akkor már jók az előjelek. Pizzavágó segítségével osszuk ketté. Sütőtepsit kibéleltem sütőpapírra, egy picit megolajoztam, rakjuk bele a focacciánkat. Új beggyel jól nyomkodjuk meg, ízesítsük. Az egyiket olívabogyó segítségével fogom. Hiányzik még róla rozmarin. Amit ne sajnáljunk, az az olívaolaj. Másikra szőlőt teszek. Szerintem a szőlőhöz is jó a rozmarin. Pihentessük 30 percig, közben a sütőnket fűtsük fel 250-260 fok. Eltelt a 30 perc, a focaccia megkelt, böködjük meg bármilyen éles tárgya, hogy annyira ne fúvódjon fel. Lufikkal jól állunk, nekem tetszik a tészta. Ami még hiányzik róla, durva szemű só. Megvagyunk, mehetünk is a sütőbe. Amíg a focacciánk sül, addig én készítek egy kis ehető dekorációt rá. Elővettem egy szárított sonkát, ebből rózsát hagytok. Gyakorlatilag egy kis kejhet,
Fogok egy kis krémsajtot, jelen esetben ez mascarpone, de bármilyen jó magyar krémsajt jó hozzá. Só, bors és egy csipet citrom illatú kakukkfű. Összekeverjük és várjuk, hogy megsüljön a focaccia. Pontosan 20 perc telt el, szerintem megsültek. Miután megsütöttük, még forrón locsoljuk meg olívaolajjal. Dekoráljuk fel a családnak. Szerintem most vagyunk kész. Jó étvágyat!